Évek óta hagyomány, hogy városunkban megrendezitek az Ajka Kupa akrobatikus rock and roll táncversenyt. Az idei táncversenyre hány csapat érkezett? Hát az idei táncversenyre 50 formációs csapat érkezett, és 28 páros. Hogyan zajlott ez a táncverseny? Hogy kell elképzelni? Hiszen azt láthattuk, hogy teljesen tömve volt egész nap, és mindig táncolt éppen valaki, mindig versenyben volt valaki. Igen, mert ha úgy indítjuk a programot, úgy osztjuk be az egész napot, akkor lemennek az elődöntők, reményfutamok, és ha olyan sok csapat van, van amelyik kategóriából van középdöntő is, és indulnak a döntők. Jóval kevesebb pár van, mint évekkel ezelőtt, ezért mindenképpen úgy indítottunk, hogy lányformációk, párok, és akkor ugye döntők, hogy párok, lányformációk, azért, hogy ne az legyen, hogy amikor már a párok táncolnak, alig van néző, alig van ki szurkoljon, azt hiszem régen volt a pároknak ekkora biztatásba, ekkora közönségbe részük. Honnan érkeztek a csapatok? A csapatok Moson-Magyaróvár, Pécs, Sopron, Veszprém, Pápa, Szombathely, Kőszeg, Székesfehérvár, Balatonfüred, és Veszprémből három csapat is, az az igazság, és hát természetesen mi. Az Ajkai Dynamic Rock and Roll Club milyen formációkban, illetve milyen versenyszámokban versenyzett? A Children kis formációban volt két csapatunk, ők 11 év alatti kislányok, hatan táncolhatnak maximum egy koreográfiát, született egy harmadik helyünk és egy hatodik helyünk, mind a két csapatunk döntős volt, ami nagyon nagy dolog volt. A Children nagy formációnk második helyezett lett, ami még nagyobb dolog, és ott meg 12 lány táncol együtt. Évek óta most nagyon nagy szerencsénk van. Van egy tartalék kislányunk, és mondhatnám, hogy bent van az első 3-4 legügyesebbe, és bármelyik helyre szükség van rá, őt be tudjuk tenni. Ő a Tordai Luca, és azt hiszem, hogy egy csapatnak ennél nagyobb segítségösztönzés nincsen. Junior kis formációban nagyon nagy eredményt értek el, harmadik helyezettek lettek, ők a 14-15 éves korosztály. Ővelük volt tagcsere probléma, nagyon szépen megoldották. Igaz, hogy még tegnap délután, az egész délutánt végig dolgoztuk a Kossuth iskola tornatermébe, de azt hiszem mindent megért. Ugyanez a gárda bent van a junior nagy formációba, azt meg megnyerték. Úgyhogy azt hiszem ennél szebb, meg több eredmény nem is nagyon születhet, mert ugye a felnőtt kisformációnk, akit úgy neveznek, hogy nemzeti, mivel B-kategóriás akrókat is csinálhatnak, ők is első helyezettek lettek, és C-kategóriába, ami páros kategória, nagyon örülünk, mert ugye kevés pár van, igaz, hogy vegyes páros a Black Bunny és a Dynamic Rock and Roll Clubnak a párosa, de ők is megnyerték a versenyt, ők is elsők lettek. Az edzői munkában kik voltak a segítőid? Az edzői munkában az iskolás csoportok, az óvodások, akiket bemutatózni láttunk, ott dolgozunk többen is, elsősorban Fülepi Anett, Heinfard Diana segít. Az edzőtábor viszont a versenyzőkről szólt, az edzőtáborban új koreográfiát kaptak a Children csapatok. Ez a nyári edzőtábor? Igen, igen, augusztusban, amit minden évben itt Ajkán tudunk megvalósítani, és azt hiszem pihenés minden szempontjából az a legeslegideálisabb, hogy dolgozunk napközben, este hazamennek. Nagyon nagy segítségemre volt Matán Szilvia, ő nagyon jól koreografál, nagyon jól tud biztatni, és nagyon-nagyon sokat dolgozott velük. Mondhatnám azt, hogy egy kicsikét izgultunk mindegyik csapatért, főleg akik új koreográfiával jöttek, de nagyon szépen teljesítettek, nagyon szépen megállták a helyüket, és hát a nagylányok, ahol viszont szintén tagcsere volt, a konferálónk, a Heiger Anettő abba hagyta az aktív versenyzést, és Sós Anna került be helyette, és a nyáron nagyon-nagyon sokat dolgoztak a Horváth Márkkal, a nagyoknál ő segít a legtöbbet, és meglettek az akrobatikák, meglett a koreográfia, tehát egy nagyon-nagyon szép eredménnyel debutált az Anna. A
Akkor ez azt jelenti, hogy minden úgy sikerült, ahogy azt vártad, és akkor ez azt jelenti, hogy elégedett vagy a gyerekek teljesítményével. Én nagyon elégedett vagyok most a gyerekek teljesítményével, látszik rajtuk az akarás, látszik rajtuk, hogy amit csinálnak, azt örömmel, és nagyon nagy élmény volt nekik, hogy ott állhattak a dobogó bármelyik fokán. Ezek után, az eredmények után mi következik? Hát ezek után, az eredmények után minden csapatunk be fog kerülni az országos lehetőségbe. A felnőtt lányformációnak Veszprémbe lesz október elején, október közepén meg a Children Junioroknak Balatonfüreden, és ott lesz a C-párosnak is országos versenye. Készülünk nagyon, a kondi az már megvan, hisz megalapoztuk augusztusban az edzőtáborban, megvannak a koreográfiák. Én úgy érzem, még csiszolni mindenképpen kell, azért azt meg kell hagyni, hogy az országos mezőny erősebb, de már az nagy dolog, hogy a területén a dobogó valamelyik foka megvan, és bizonyítani kell az országoson is. Nagyon sok ember munkája kellett ahhoz, hogy itt a mai nap folyamán minden flottul menjen, és ne történjen semmi baj. Kik voltak azok, akik ebben segítettek neked? Hát elsősorban az eredményeket nézve az edzők, akikről már beszéltem, de a szülők nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Tehát olyan szülői gárda jött most össze, hogy a Childreneknél szinte mindenkitől valaki, aki tehette, junioroktól évek óta, és ezt ki kell mondanom, külön a Cendrei család, aki anyuka, apuka, a legodaadóbban nincs olyan, amit ne tudnánk velük egyeztetni. Nagyon sokat segítenek, sőt, még a Lucának a bátyja is a cipekedésbe, a pakolásba. Ugye azért ez olyan szempontból nem egyszerű, hogy a sportcsarnok az elsősorban labdajátékra találódott ki, és azért ezt itt be kell rendezni. Itt helyt kell állni, meg legyen elégedve a versenyfelügyelő, meg legyenek elégedve a pontozók. Hát remélem nem számít dicsekvésnek, de úgy ment el a vezető versenyfelügyelő, hogy nagyon megdicsért bennünket, és mondta, hogy a jelentésbe csak jót tud írni a verseny lefolytatásáról, meg a színvonaláról. Hazalátogattál erre a mostani versenyre, mint zsűri nézted végig a táncversenyt, hogy láttad, milyen volt a színvonal? Mindenképpen egy jó színvonalú versenyt láthattunk. A döntőkben már tényleg a legjobbak szerepelhettek, csak ugye ez egy területi verseny, itt még az elődöntőben azért találkozunk olyan csapatokkal, párosokkal, akik most bontogatják a szárnyaikat, majd a későbbiekben ők is kvalifikálhatják magukat az országos versenyekre, hiszen ennek a versenynek ez a célja. De a döntősök között mindenképpen találtunk olyan csapatokat, akik majd az országos porondon és akár a nemzetközi szintéren is meg fogják állni a helyüket. Miért fontos a csapatok számára ez a területi verseny, hiszen nagyon-nagyon sok résztvevővel rendeztétek meg ezt a versenyt. Miért jönnek el ide Ajkára, erre a versenyre a táncosok? Hát elsősorban a csapatok azért jönnek erre a versenyre, hogy kvalifikálják magukat az országos versenyekre, ahol aztán kvalifikálni tudják magukat a nemzetközi hadszintérre. Viszont másrészt meg a kezdőknek, az éppen fejlődésben levő csoportoknak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy kipróbálják magukat versenyben, teszteljék a stressztűrő képességüket, úgymond, és tudjanak versenyrutint szerezni, hogy a későbbiekben ugye ez még jobban menjen, ez nem egyik versenyről a másikra megy, bármilyen tehetséges valaki, és bármilyen sokat is gyakorol az edzőteremben. Összességében milyen hangulatú volt ez a verseny? Hogy érezték magukat a versenyzők? Milyen visszacsatolásokat, milyen információkat kaptál? Általában az ajkai versenyről nem szoktunk negatívat hallani. Mindig rendben van a rendezés, és az meg a pontozó bírói gárdának az összetételének ugye a következménye, hogy milyen lesz az eredmény, a pontozók szubjektivitását is figyelembe véve. De általában a szövetség úgy állítja össze a pontozó bírói gárdát, hogy mindig azért egy megfelelő a normális jelenlegi viszonyoknak megfelelő eredmény süljön ki a versenyekből, tehát egy vegyes és mindenképpen korrekt tapasztalt pontozókkal is tűzdelt gárdát delegáltak erre a versenyre.
Említetted a pontozókat, és ugye ez azt jelenti, hogy akkor itt különböző technikai nehézségeket kell a különböző korcsoportban induló versenyzőknek teljesíteni. Mik azok a szempontok, ami alapján ti pontokat osztatok, és hogy dőlnek el végül a helyezések? Ez nagyon változatos. Ugye a serdülő és junior kategóriákban ott csak táncot értékelünk, ez különböző szempontok szerint. Ugye itt van egy lábtechnika pontszám, van egy táncfigura kivitelezési pontszám, azon kívül a koreográfiát és az előadásmódot, a ruhát, az alakzatokat, amiket végrehajtanak a táncosok, ezeket mind külön-külön pontszámon értékelik a pontozók, és ezen felül az akrobatikákkal tűzdelt kategóriákban, a felnőtt kategóriákban még külön az akrobatikákra egy pontszámot adunk. Általában az akrobatika és a tánc fele-fele arányban osztja egymást már a felnőtt kategóriákban, nem véletlenül akrobatikus rock'n'rollnak hívják ezt a sportágat, hiszen nagy mértékben befolyásolja az akrobatikák kivitelezése a végeredményt. Erre van egy rendszer is hasonlóan a tornához, ahol pontérték táblázatban vannak sorolva különböző nehézségi szintek szerint az akrobatikák, és a pontozó bírók legfőképpen már csak a kivitelezést kell, hogy értékeljék azokban a kategóriákban, ahol már nagyobb nehézségű, nagyon bonyolult és összetett akrobatikákról beszélünk. Láthattunk egy ilyen hasonló versenyszámot is egy ajkai páros kapcsán. Őket hogy látod, mennyire értékelte a közönség és a zsűri? Hát a páros megnyerte a versenyt, úgyhogy a zsűri mindenképpen jónak találta ezt a produkciót. A páros egyébként egy vegyes páros, a pápai Black Bunny és az ajkai Dinamiknak a közös koprodukciója. És nagyon szépen teljesítettek, megérdemelten nyerték meg a versenyt, és bízunk benne, hogy az országos versenyen is hasonlóképpen jó eredménnyel tudják majd képviselni városunkat. Végezetül magadról egy pár szót, hiszen te is nagyon sokáig itt versenyeztél. Most éppen hol vagy, mit csinálsz, amikor éppen nem versenyen pontozol és zsűrizel? Hát most jelenleg más szakmai ágban tevékenykedem. Nem ajkán élek, de rendszeresen, heti rendszerességgel visszajárok edzést tartani azoknak a csapatoknak, akiknek úgymond igényük van rá, és próbálom segíteni a továbbiakban is az Ajkai Dynamic Rock'n'Roll Club eredményességét. És azon kívül természetesen elég sok versenyen versenybíróként, versenyfelügyelőként, vezető versenyfelügyelőként is képviselem a Magyar Táncsport Szövetséget, hogy minél megfelelőbb eredmények süljenek ki ezekből a megmérettetésekből. Először is nagyon sok szeretettel gratulálunk, két érem van a nyakadban, a harmadik a táskában. Milyen formációkban sikerült ezeket szerezned? Nagy formációban, kis formációban és párosban. Hogyan találtatok egymásra a pároddal, mióta táncoltok együtt? Hát kereken egy éve, és hát úgy, hogy a Mário keresett végül is párt magának, és Piroska néni mondta, hogy én jó leszek neki. Beszélj egy kicsit a másik kettő előadásról. Ezek mik voltak? Egy nagy formáció és egy kis formáció. Ezt már olyan három éve táncoljuk, kivéve a nagyot az egy-két év. Hová szeretnél eljutni ebben a sportágban? Hát igazából B kategóriáig és a párossal ugye, és világkupára szeretnék menni.
Köszönöm szépen a párosnak!